9. alkalommal szervezte meg a Vas Albert felolvasóestet a Hét Csillag Kulturális és Sport Egyesület. Ezúttal az Edvi Malom volt a helyszín, autentikus hátteret biztosítva az elhangzó gondolatoknak. Az est során Vas Albert írásai mellett a zene és a néptánc is teret kapott. Pintér Péter mondott köszöntőt az alkalmon, majd egymást követték a felolvasók. Novella és regény részletek, illetve versek hangzottak el. Az orgonabokorra cinke szállt, és a kis ügyeknek haltitkot súgott. A dombon látta már a napsugárt, már jönni fog, és a lombok börtönére fényt havaz. Smarag szívekben felpesdült az élet. Csodás remény, valahol újra éled egy régi álom, csillogó tavasz. Lelkünkben is ilyen rügyesket áll a gondolat. A jég alatt szellempáncélzat védi, kőkemény. Egy forró csókra hirtelen kipattan, s dalos tavasz lesz, csengő költemény. Én úgy gondolom, hogy az a gondolat, ami ezt az estet is áthatja, az nagyon fontos. És szerencsére nem csak nekem fontos, tehát nem én vagyok egy személyben, aki ezt úgy gondolom, hogy életbe tartja, hanem látható, hogy itt azért vannak évről évre ugyanazok az emberek, akik tevékenyen közreműködnek, akár felolvasásban, akár háttérszervezésben. És én azt gondolom, hogy ami jó, az magától is tud működni, fennmarad, és az fejlődik. Ami meg nem, az pedig az élet rendje szerint az ugye előbb-utóbb stagnál, aztán elhervad. Hát remélem, hogy az a Vas Albert est az nagyon sokáig ki fog tartani még. A műsort színesítették a Tánclánc Ami táncosai, az Allegro népzenekara és Orgona László is. Sírtól sírásig rengve derengünk, a fejfa erdőn. Nem virágítok gyertyalánggal kezemben, csinke bokor ág van. Előre hallom, amit mondok, súgnak a csontok. A rendezvényen képviseltette magát a fiatalabb korosztály is. A Munkácsi iskolából rendszeresen érkeznek diákok a felolvasásra. A program tökéletes alkalom arra, hogy erősítsük magyarság tudatunkat, mondta a szervező. Azt a fajta katarzis érzést, amikor az emberbe tényleg úgy egy kicsit megfordul a világ, és elgondolkodik azt, hogy azon, hogy működik az élet, és hogy tényleg nem biztos, hogy az ő kicsinyes problémái azok annyira nagyok, aminek érzi, ez azt gondolom, hogy ez az este erre alkalmas, illetve arra is, hogy egy picit magunkban nézzünk, és azokat a gyökereket, amiket néha nem annyira ápolunk, vagy elfelejtettük, azok újra meg tudjanak erősödni, hiszen hát nem tudom, egy ilyen matematikai példával, tehát hogyha nincs meg a két pont, a múlt és a jelen, akkor a jövő se lesz meg, és azt gondolom, hogy azért szerencsére a magyar ember is ébred, és azt gondolom, hogy ezen keresztül mindenki, akit a Kárpát-medencéből lakott, és ezen keresztül Pápán is, én azt látom, hogy azért egyre jobban elfogadott ez a gondolat, és most már talán újra elérünk arra a szintre, hogyha valaki a hagyományait ápolja és büszke rá, főleg, hogyha van mire mind nekünk, akkor azt most már nem fogják esetleg máshogy hívni, hanem tényleg úgy, ahogy kell, hogy haza szeretett, és remélem, hogy ez az este is ehhez hozzájárulhat. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Tudni kell azt, hogy ez tényleg egy nagyon szabadon szervezetes, tehát mindenki azt olvas fel, vagy mond el, amit szeretne. Nincsen igazából rektorálás, tehát az az egy kérés, hogy egy 5 perc időtartamba nagyjából férjen bele mindenki, és kapcsolódjon ehhez a gondolatisághoz. Ez annyit jelent, hogy nem csak Vas Albert, hanem esetleg más költők, akár a Helikon körből, akár olyan költők, akik írók, akik ebbe a zivataros időszakba éltek és alkottak, hiszen nagyon-nagyon kiemelkedő alkotóink vannak, abból bárki bármit elmondhat. Természetesen Vas Albertől hangzanak el a legtöbbek, hát ilyen az Üzenet a haza, a
az Ébredj Magyar, az Előhang, tehát azt gondolom, hogy ezek szinte minden alkalommal az elhangzanak, és szerencsére mindig mástól, ami azt gondolom, hogy a pikantariát is adja egy kicsit, illetve hát néha ugye akadoznak itt a gyerekek is, de azt gondolom, hogy én nagyon örülök annak, hogy legalább itt vannak, és ez is jelzi azt, hogy azért tényleg változik a világ. Pinter Péter elmondta, hogy jövőre lesz a 10. pápai Vas Albert felolvasóest. A jubileum alkalmából nagyszabású programmal készülnek. Hetedik alkalommal hívta találkozóra Veszprém megye csellista növendékeit a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola. A zeneiskola ezúttal sem versenyt szervezett, hanem megmutatkozási lehetőséget a diákoknak a megmérettetés terhe nélkül. A megyei találkozóra több mint 30 zeneiskolás érkezett, a fellépések mellett közös zenélés és egyéb kiegészítő programok is szerepeltek a nap kínálatában. A megyei cselló találkozóra Balatonfüredről, Balatoncsicsóról, Veszprémből, Tapolcáról érkeztek növendékek, és természetesen a házigazdák is képviseltették magukat. Kevesebben vannak a zenészek között, akik versenyzésre születnek. Ugye ahhoz idegzett, nem csak felkészültség, egy koncentráció, tudatosság is kell. És ugye a zenéskolában olyan gyerekek járnak, akik örömzenélnek, és szeretnénk egy olyan programot tartani, ami sajnos az országban ritka, ahol lehetőség van örömzenélni, és nem feltétlen a tudásbeli különbséget hangsúlyozni. Horváth Adrián intézményvezető köszöntötte a résztvevőket, majd a művészeti iskolák egymást követve mutatkoztak be szóló és kamaradarabokkal. Mindig kérjük a felkészítő tanárokat, hogy minél színesebb műsort hozzanak. Itt az a lényeg, hogy a tanszakon belüli munkának a sokféleségét bemutassuk. Kamarazenélést, jött most például egy egész cselló zenekar, dúózás, tanárdiák, produkció, és természetesen szóló művek is el fognak hangozni.
nagyon jó, hogy így kitalálták, hogy csak örömzene legyen, mert akkor nem kell azon izgulni, hogy harmadik, második leszünk, hanem kedvemből csellózok. Gyakran van ilyen alkalom? Hát hangverseny nevében van. De azért akkor te jársz versenyekre is, ugye? Igen. Azokat is szereted, vagy azért akkor izgulsz? Akkor izgulok. Regős Eszter a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium tanára koncentráció, képzelet, testtudatosság a hangszerjátékban címmel tartott előadást a tanároknak. Tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk vagy nem is annyira egyenesen a sportolóktól, de a sportolókkal kapcsolatos kutatásokból, pszichológiai eredményekből, agykutatás és a legmeglepőbb területeknek az eredményei hasznosíthatók tulajdonképpen a mozgásainkkal kapcsolatban, a képzeletünk használatával, vagy a koncentrációnk irányításával kapcsolatban, és akkor rögtön ott vagyunk a hangszeres órán, mert ezek minden nap tulajdonképpen előkerülnek a tanítás közben. És ő volt az, aki egyére szabottan értékelte a diákokat. Mint mondta, a rendezvény nagyon jó színvonalú volt. Fantasztikusan színes műsor volt, nagyon sokan érkeztek különböző zeneiskolákból, ami közös nevezőnek bizonyult az, hogy mindenki ragyogó szemmel és nagy-nagy lelkesedéssel játszott, és hát remek produkciókat hallottunk egymás után. Nagyon szép ötlet az, hogy a szervezők, illetve itt a pápai kalaganő kifejezetten kérte a többi kollégát, hogy a kamarazenélésre, az együttes játékra koncentráljanak, és hát részben azt hiszem, hogy ezért is történt ez a váltás, hogy a versenyről inkább egyfajta ilyen találkozó jellegű eseményé változott ez az itteni találkozó, hogy olyan gyerekek is eljöhessenek, akik egyébként egy nehezebb anyagot követelő, vagy annak megtanulását követelő versenyből kimaradnának, és hogy inspirálja a tanárokat arra, hogy ezekkel az együttesekkel folytatott munkáikat az iskola falain kívül is megmutathassák, és tényleg nagyon elismerésre méltó az a rengeteg sok munka, amit ebbe fektetnek. A találkozó kötetlen jellegét számos kísérő program is biztosította. Minden olyan esemény, ami a zeneiskolánkhoz kötődik, annak mi mindig tudunk örülni, hogy egy kicsit el tudjuk hívni Veszprém megyéből akár a tanárokat, akár a gyerekeket, megmutassuk az iskolánkat, megnézzék Pápát, mindig ajánljuk egyébként, hogy nézzék meg Pápavárosát is, úgyhogy mindig az ilyen programoknak természetesen örülünk. Most is ugye a idei cselló találkozónkon is rengeteg programmal készültünk, tehát azért is ez a neve cselló találkozó és nem verseny, mert egy kicsit más szeretnénk, hogy a gyerekek ne drukkoljanak, vannak itt nekik különböző programok, a gyerekek cellózenét hallgathatnak le, az egyik teremben van kis vetélkedő papíron, kitölthetik, leírhatják, hogy milyen véleményük, milyen érzéseik történtek. Itt a lépcsőfordulóba kivarakva egy ilyen kis pletykalap tulajdonképpen, és ott nyugodtan kifejthetik a véleményüket, hogy jártak-e itt, mi tetszett, mi nem. Úgyhogy nagyon sokfajta programmal készültünk, amellett, hogy természetesen mindegyik iskolának alkalma nyílik ugye bemutatkozni. Lehetett szólódarabbal is és kamarával is indulni. Hozzád melyik áll közelebb? Hát én mind a kettőt igazából egyformán szeretem, mert a szólóba igazából te döntöd el, hogy mikor csinálsz speciális dolgokat, a kamarában pedig nagyon az összhang és az együttszólás, a harmónia a lényeg. Itt most hogy érzed, hogy sikerült a darabotok? Szerintem ez a Lehetsz király, amit majd együtt fogunk 31 vagy 30 darab csellóval játszani, szerintem ez nagyon szépen fog szólni, illetve hát alapból a szólódarabok is, amiket a délelőtt folyamán hallottam, azok is nagyon precízek voltak. A nap zárásaként a program résztvevői közösen muzsikáltak,
A Rómeó és Júlia című musicalből adtak elő egy dalt, amit Horváth Adrián hangszerelt. A rendezvényen Unger Tamás alpolgármester mondott zárszót. Nagyon szimpatikus az, hogy itt nem az a fő, hogy ki nyeri az első, második, harmadik helyet, hanem az a fő, hogy így, ahogy most is, önök így a rendezvény végén is, hát napközben is komplett művekkel készülnek, és így a nap végén pedig egy örömzenélésben ér véget. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha ilyen rendezvények vannak a városban, az a városnak csak a jó hírét kelti. Szeretném megköszönni a szervezőknek, a város nevében is, a résztvevőknek, felkészítőknek, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek. Isten tartsa meg a jó szokásukat, találkozzunk máskor is a városban. A rendezvény résztvevői emléklapot és ajándékot kaptak búcsúzóul. Pap Tíme a Kavics művész képeiből nyílt kiállítás a színház épületben. A Kavics művész szó talán furcsán hangzik, ám nehéz lenne másként nevezni azt a kreatív alkotót, aki szenvedélyesen gyűjti a kis köveket, hogy azokat aztán egy mesebeli világot idéző, a nézelődött rabulejtő kompozícióba illesse. A tárlatot Bruti, az ismert humorista nyitotta meg. A tárlatot az alkotó párja, Bruti nyitotta meg, aki közvetlen stílusban mesélt arról, hogy miként bukkannak az alapanyagul szolgáló kövekre, s hogyan bontakozott ki ez a mára már nagy sikerré vált ötlet. Pap Tíme a első képét egy internetes találat ihlette. 2 évvel ezelőtt megláttam egy kavics képet az interneten, és akkor eldöntöttem, hogy nekem kell otthon egy ilyen. Szóval szeretném kiakasztani a falra, szeretnék gyönyörködni benne, úgyhogy és igazából itt kezdődött az egész, addig semmiféle kapcsolatom nem volt a képzőművészettel. Nagyon jól sikerült, nagyon tetszett a barátoknak, a barátomnak, Brutinak is nagyon tetszett, és biztattak, hogy próbáljam meg többel is. Utána szépen lassan, folyamatosan készítettem a gépeket, egyre jobbakat, egyre bonyolultabbakat, és most itt tartok. Pap Tíme a csodálatos érzékkel párosítja a kemény kavicsot és a romantikus témákat, mint például az anya-gyermek kapcsolat vagy a mesevilág. Vannak olyan témák, amiket nagyon-nagyon szeretnék elkészíteni, például anyukám emlékére szeretnék egy képet, egy kavicsképet. Annak idején volt egy kis közös történetünk, és azt szeretném egyszer megcsinálni kavicsokból, de van, amikor a kövek adják a témát. Úgyhogy van olyan kövem, amit Bruti például egyszer hozott egy babakocsis követ, és akkor én akkor eldöntöttem, hogy abból lesz egy ilyen kis anya-gyermek
kép. Az érdekes kavicsokat Papp Tímea nem alakítja, eredeti formájukban illeszti a képekbe. Ehhez persze nagyon sokat kell kutatni megfelelő kis kövek után. Most már mindenki gyűjti, a butányukától kezdve a boltos lány, most itt is szedtem egy kavicsot, kint van egy kavicspark, és onnan is van pápai köve most már, úgyhogy fog belőle készülni majd egy kép. Mire emlékezteti az a kavics, abból mi lesz? Hát abból egy gyönyörű szép fotel is, igazából, vagy egy nagymama unokája mesélős kép lesz belőle, valami hasonlót terveztem. Kicsit olyan romantikusak, olyan álmodozóak, egy kicsit olyan mesevilágba utaztatóak ezek a képek. Hát ilyen a lelki világom is igazából ez van belül, és onnan jönnek ezek a témák. Változó, hogy egy-egy kép mennyi idő alatt készül el. Ez függ az ötlettől és a kivitelezés bonyolultságától is. Van olyan képem, ami ott áll egy éve körülbelül. Van egy Szűz Mária szobrom, ami kiköpött Szűz Mária, szóval nem kell hozzányúlni, nem kell semmit vele csinálni, és még gondolkodom, hogy milyen környezetbe tudnám betenni, ami a legtöbbet nyújthatná az embereknek, úgyhogy ez még várat magára, de egy hét alatt általában el szokott készülni, hogyha minden kavics megvan hozzá. A pápai a 13. kiállítás a Papp Tímeának. Mindenhol szeretettel és csodálattal fogadják alkotásait. Nagyon jó visszajelzéseket. Tele van a vendégkönyvem szebbnél szebb beírásokkal, úgyhogy nagyon szeretik az emberek, és szeretem, hogy szeretik őket, és szeretem, hogy nézegetik órákig egy-egy képet, és tényleg csoda jó. Visszajárnak. Volt olyan kiállítás, amit egyszerre, vagyis egymástán háromszor nézett meg egy néni, mondta, hogy annyira szép volt, hogy vissza kellett mennie. A pápaiak március 14-éig élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy bepillantást nyerhessenek a kő lelkébe, mert hogy a tárlatból kiderül, hogy a kavicsoknak igenis van lelkük, csak jó érzékkel meg kell látni. A táncházak csak élőzenével autentikusak. Épp ezért a Pápai Művelődés Történeti Társaság középiskolás néptáncos alkalmain is zenekar muzsikál, a Somló Banda húzza a talpalávalót. A februári alkalomnak a Refi adott otthont Kondics Gergely tagozatvezető ezúttal Kalotaszeg táncos kultúrájába vezette be az érdeklődőket. Mesics György a Somló Banda vezetője, az egykori allegros növendékei Pusztai Boglárka, Kis Rafael, Győri Dániel és Milinszki Emma vetették fel, hogy álljanak össze egy zenekarrá. A csapat időnként kiegészül Kovács Istvánnal, ha valaki nem ér rá. A banda 2 éve dolgozik együtt, s nagy utat tettek már meg. Most 2 éve lesz, hogy ezt a nevet választották a fiatalok. Az Allegro művészeti iskolának a népzenész növendékei, akik akkor már egy ideje együtt muzsikálgattak. Igazából a tanítványaim és volt tanítványaimról van most szó. És hát én akkor azt mondtam nekik, hogy srácok, ez annyira jó ez a zenekar, hogy szerintem maradjatok így együtt, meg választhatok egy nevet. Én meg nagyon szívesen jövök veletek muzsikálni, ha ráérek. És szerintem ennek olyan 2 éve, áprilisban, most tavasszal lesz 2 éve, és azután úgy hozta az élet, hogy egy rövid idő múlva meg elég sokat ráértem, és akkor mondtam nekik, hogy akkor csináljuk mostantól komolyabban, és azóta meg még komolyabban csináljuk együtt ezt. Mit jelent ez a még komolyabban? Hát először is rengeteg munkát. Tehát addig ugye a zeneiskolai kereteken belül működött elsősorban a zenekar, és aztán elkezdtünk vadul próbálni, és koncertanyagokat létrehozni. Csináltunk egy gyerekműsort Binde bácsi barátai címmel, amit nagy sikerrel játszottunk szerte az országban, mindenféle fesztiválokon. Azután létrehoztunk egy koncertprogramot is, amit tavaly szintén egy pár helyen sikerült bemutatni, és ezek a dolgok, ez a rengeteg munka, amit együtt elvégeztünk, ez hát odáig forta ki magát, hogy egy lemezanyagot a tavalyi év folyamán sikerült összeállítani, egy ilyen kerek egész dolgot, aminek van eleje, közepe, vége, és ezt az anyagot ezt fel is vettük, rögzítettük stúdióba, és most az utómunkálatai folynak ennek a lemezanyagnak, és ha minden igaz, akkor
pont a zenekar 2 éves születésnapja környékén, valamikor áprilisban ez meg is jelenik majd. A címe nemes egyszerűsége Béke utca, de így 2 C-vel, ugyanis a zenekarnak az egyik központja az az én kajárpéci otthonom a Béke utca 11-ben, ami a közben alakult kulturális egyesületünknek, a Kispéci Értékmentő Egyesületnek a székhelye is egyben, és hát itt elég sok esemény történt velünk az elmúlt években. Próbáltunk nálam sokat, hétvégeket végig muzsikáltunk, workshopokat csináltunk, és a lemezanyag rögzítésére is nálam a nappaliban került sor. Mesics György elmondta, hogy a táncházakra is mindig külön felkészülnek. A táncházas muzsikálás az egy picit más műfaj, mint a koncert muzsikálás. Egy táncház az nyilván először is tovább tart, mint 1 óra vagy 1,5 óra. Másrésztről pedig hát jóval egy-egy tájegységnek, vagy hát a szóban forgó táncokkal kapcsolatos zenéknek a mélyebb ismeretére van szükség. Tehát nyilván egy-egy tájnak a zenéjét behatóbban meg kell ismerni, hogy mondjuk 1 órát vagy 1,5 órát abból a történetből így szépen ki tudjunk tölteni. Úgyhogy igazából ezen dolgozunk, hogy ezt a repertoárt ezt folyamatosan bővítjük, hogyha éppen arra kerül a sor, hogy mondjuk egy 1,5 órás kalotaszegi táncházat kelljen csinálni, akkor gond nélkül és dallamismétlés nélkül meg tudjuk ezt oldani. A refiben ezúttal gyakorlott táncosok voltak, így nem jelentettek gondot a bonyolultabb lépések sem. De Kondics Gergely még egy dologra fókuszált a tánc tanításban. 2 okból is Kalotaszeget gondoltam most ide a mai napra. Egyrészt ez a egyik legnehezebb páros táncunk itt a Kárpát-medencébe, viszont egy újfajta módszertannal, vagy hát nem újfajta, de egy ilyen módszertani megközelítésből fogom így rávezetni a jelenlévőket erre. Sok lesz, aki gyakorlott táncosként itt van, van akinek ismétlés lesz, van akinek újdonság lesz, remélem mindenkinek izgalmas lesz. Ez az egyik ok, hogy sok a gyakorlott táncos. Másik ok meg, hogy úgy tudom, hogy házasság hete van, és akkor ez egy olyan tánc lesz, amiben a párkapcsolatnak a olyan részeit, vagy hogy egymáshoz való viszonyulást úgy tudunk megtekinteni, vagy átélni, ahogy mondjuk kéne néha. Tehát itt egymás tartása és egymásra figyelés fontos lesz. Nem figurákat és motivumokat fogok tanítani, hanem ilyen rávezető gyakorlatokkal egy nagy átlagból szűkítünk és kiveszünk dolgokat, meg meghatározok majd bizonyos dolgokat, hogy miket lehet egy ilyen nagyobb szabályrendszerből egyre kisebbet szűkíteni fogom a mozgás lehetőségeit, és ezáltal fogunk eljutni egy olyan tánchoz, hogy akár laikus is, de szakember is azt mondja, hogy ez kalotaszegi csárdás, egy magunk által megidézett vagy létrehozott tánc lesz, ami meg fog felelni a kalotaszegi csárdás szabályrendszerének. A táncház sorozat márciusban folytatódik. A szervezők még egyeztetik, hogy melyik középiskola legyen a következő helyszín. A Tókerti 8-ban immár hagyománya van a kocsma színházi előadásoknak. Legutóbb az Ikervári Rábapart társulat lépett fel, Jack London osztozkodás című darabját láthatta előadásukban a közönség. A meglepő fordulatra épülő, kevéssé ismert történet arra a kérdésre keresi a választ, hogy létezik-e zsiványbecsület. Senki! Végre! Elvesztették a nyomunkat! Egész éjszaka a sarkomba voltam! Micsoda éjszaka? Te beszélsz! Miért? Nekem tán külön volt, mint neked. Állni az utcán ház előtt órák hosszat egész idő alatt. 2-szer is jöttek. Mégis egész idő alatt falasztam, hogy szárazra hozhassd a holmit. Veszekedett munka volt. És soha ilyen nehezemre nem esett. Nekem se. Főhogy sikerült? Azt hiszem megérte. Lássuk, hát annyi az! Sokat hoztam, Jim! Jó sokat.
17 évvel ezelőtt alakult a társulatunk, előtte mint ikervári színkör működött, és ilyen minőségében ebben az évben leszünk 20 évesek, tehát mint színkör, és a társulat pedig 17 évvel ezelőtt. Elsősorban, mint minden amatőr társulat, önmagunk szórakoztatása céljából, irodalmat, színházat kedvelőkből alapítottuk, hoztuk létre, és akkor hát, mint minden előadó művészeti közösség, mi is úgy terveztük, hogy ne csak magunknak mutassunk be dolgokat és darabokat, hanem a szélesebb közönségnek is, és hát így történt az, hogy évente minősítő fesztiválokra megyünk egy-egy új darabbal, hisz a repertoárunk elég széles, és ezáltal próbáljuk így is minősítetni magunk, illetve hát a Vas megyében elsősorban a környező településekre hívnak bennünk, az elmúlt évben 14 alkalommal szerepeltünk. Arra gondoltam, mi az ördögnek tartogatott ennyi drágaságot otthon. Na jó, számoljuk meg. Te ide figyelj, hogy jól számolok-e. Mert nekem, meg neked, Jim, mindig tisztességesnek kell lennünk egymáshoz. Megértetted? Megértetted? Hát, eddig nem voltunk mindig becsületesek egymással szemben. Könnyű becsületesnek lenni akkor, mikor semmi sincs. Akkor légy becsületes. Amikor van valamink, amikor gazdagok vagyunk. Most gazdagok vagyunk, Jim. És üzletfelek. Tisztességes üzletfelek. Megértette? Kezdetben, ahogy említettem, hogy a saját szórakoztatásunkra, tehát 30-as évek kabaré komédiái voltak, majd aztán születtek olyanok, japán végzetjáték, Rozsek egy felvonásos darabja, a Szerenát című, ami országos aranyminősítéssel ért véget. Japán végzett játék a Yamanba, Rákosi Gergely a kortárs szerzőnek beadvány a világ ellen, Csehov darabok, Lakodalom című műve is, hát most a Jack London osztozkodás című egy felvonásosa. Szeretjük úgy feldolgozni és teljesen szűzen kapni a darabokat, tehát két rádiójáték is van, ez a Yamanba, illetve amit említettem, a Rákosi beadvány a világ ellen, amely még nem volt színpadra állítva, és szeretjük azt, hogyha mi képzeljük el, és öltöztetjük be a darabot, és így adjuk elő. Ezek általában jól sikerülnek, tehát minimál díszlettel, de mindenképpen jelzésértékűvel. Szeretjük a hangjátékokat. Szakértők szerint 50 és 70 ezer dollár az ára. Asszonyok szeretik az effélét. Megtennének érte mindent. Míg ölnének is érte, ha kell. Akár csak te meg én. Én nem. Én öltem ugyan. De nem az ékszerekért, hanem amit az árukért kapni lehet, és ez különbség. Az asszonyok magát az ékszert szeretik. Én pedig az ékszert az asszonyokért. Na és persze más egyéb dolgokért. Ne! Végül is arról szól a történet, múlt század elején egy New Yorkban, és a városban grasszáló két rabló, a városban élő proli Jim és a Arizonából följött cowboy Mattnek a találkozása, akik már valószínű, hogy közös munkát is végeztek olyan téren, hogy rablásokból tartják fenn magukat, és ez alkalommal azonban rablógyilkosság lesz a történetből. És az, hogy mennyire jellemes ez a két figura, ez derül majd ki a történetből. Az osztozkodás olyan módon sikerül, vagy nem sikerül, vagy félre sikerül, hogy bizony ebből szerzett jószág ebből fog elvészni. Általában azért
az első olvasó próbák után már kijön az, hogy kik legyenek azok a karakterek, és hogyan osszuk el ezeket, amely passzol valóban az adott figurára. És az instrukciók az pedig közösen, illetve hát a társulat többi tagja, aki jelen van a próbán, és időközben esetleg egy másik történéssel foglalkozik, vagy egy másik darabbal, de megtekinti, és egymásnak is adnak tanácsokat. Ilyen módon a rendező dolga nagyon könnyű. Ne! Te megmérgeztél! Mit röksz? Úgy érzem, mert az Isten én mond! Csak én! Jean, te is? Nem hittem, hogy te is ugyanezt teszed. Te tőlem az, megkaptad a magad itt, de mit adtál be nekem? Srinit! Ugyanazt, amit én. Pokoli. 2017-ben Heves megyében az országos színjátszó találkozón ezüst minősítést kapott a darab, és az elmúlt évben Pataki András, a Petőfi Színház igazgatója hívott meg bennünket a Kasztra, az amatőr színjátszó találkozóra, és ott szintén ezüst minősítést kapott. Minden pénteken jelentkezik a Pápavárosi Televízió egyik állandó magazinja, a programajánló. Ezúttal többek között Duma színházi előadást ajánlunk Önöknek, de könyvbemutatóra és nőnapi előadásra is felhívjuk a figyelmüket, és ezúttal sem marad el a mozi ajánlat. Lássuk is, milyen programok várják a pápaiakat a következő hét napban. A Pápavárosi Televízió programajánlójában ezúttal március 2-ától szombattól 8-áig péntekig ajánlunk Önöknek helyi rendezvényeket. Születni a Facebookon címmel mutatja be új novellás kötetét Csukárdi Sándor. A programra március 2-án szombaton 17 órára várják az érdeklődőket. A helyszín a Jókai Morvárosi Könyvtár olvasóterme. Az eseményen közreműködik a Kella Cselló együttes, Balog Adrien, Rózsás Anna, Rózsás Hajnalka és Janus Norbert. A moderátor Horváth Andrea lesz, a kötetet pedig Rácz Ottó mesterpedagógus mutatja be. Március 5-én kedden Kőhalmi Zoltán önálló estjére invitálják a humort kedvelőket. A Jókai Mor Művelődés és Szabadidőközpont színháztermében 18 órakor kezdődik a program. Jegyek elővételben a színházépületben, a Turinform irodában, valamint a dumaszínház.jegy.hu-n válthatók. Március 7-én csütörtökön 19 órakor a IMSK színháztermében Csányi Sándor számít a figyelmükre. A színművész önálló estjének címe Hogyan értsük félre a nőket? Az előadásra jegyek csak online vásárolhatók a tixa.hu-n. A Deák Ferenc utcai Petőfi moziban a következő hét napban is több filmet vetítenek. Látható lesz újra a Bohém Rapszódia, valamint a Marvel Kapitány, illetve a Dermesztő Hajsza című thriller is. Ez utóbbiból íme egy kis előzetes. Nagyon megtisztelő, hogy a város az év polgárának választott. Pedig csak igyekszem csapást vágni a civilizáció felé. Ha az ember minden nap ugyanazt az utat járja be, eszébe jut, mi lett volna, ha más irányt vesz az élete.
Szerencsés vagyok. Korán rátaláltam a helyes útra, és nem tértem le róla. Mr. Kaxman! Mit tehetek önért? A fiáról van szó. Heroin túladagolás. Nem ismertük a fiunkat. Kyle, nem volt drogos. Minden szülő ezt mondja. Szólnod kell pár szót. Kyle meghalt. Hogy történt ez? Drogdílerek közé keveredett. És viking kegyetlen egy fazon. Mi ez a sok becenév? Speedo, viking, Eskimo? Ezek gengszterek. Téged hogy hívnak? Top Gun. Top Gun? Kinyírom őt. Meg a többit is. Egy ember még eltűnhet. De kettő. Ki akar megölni? Viking három dílerének is nyoma veszett. Honnan veszed, hogy tudsz gyilkolni? Olvastam erről. Egy krimiben. Mit művelsz? Dolgozom. Ilyen nálunk nincs is. És mégis van. Termesztő hajsza. Nels Kaxman, az év polgára. Megérdemli. Hamarosan a mozikban. A Petőfi Filmszínház részletes programjairól a mozi Facebook oldalán vagy honlapján a www.pápaimozi.hu-n tájékozódhatnak. Forrás című vallási műsoraink ebben az évben bibliai személyekről szólnak. Róluk beszélnek adásainkban a történelmi egyházak képviselői. Márciusi összeállításunkban Mária és Márta történetével kapcsolatban mondja el gondolatait Móricné Bátki Anna, református lelkipásztor. Ezt követően Megyesi Ferenc káplán elmélkedését hallgathatják meg. A forrás következik. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Mai bibliai példaképeink Mária és Márta, új szövetségi alakok. Az Úr Jézus barátai voltak, azt olvassuk róluk a Szentírásban, hogy Jézus szerette őket, és ők is nagyon szerették az Úr Jézust. Betániában éltek, ez Jeruzsálemtől körülbelül 2,5 kilométerre található, illetve hát a Jézus korabeli Jeruzsálem központjától, az Olajfák hegyének a déli lejtőjén. Valószínűnek tartják, hogy volt ott szegények számára legalább egy ilyen kórházszerű valami, illetve hogy ezen a helyen elég sok szegény ember, közöttük betegek éltek. Márta volt valószínűleg az idősebb a testvérek közül. Őróla azt olvassuk, hogy a házába fogadta az Úr Jézust. Ők ketten név szerint három történetben vannak megemlítve az Új Szövetségben, Lukács evangéliumában egyszer olvasunk róluk név szerint, János evangéliumában pedig két történetben. Lukács evangéliuma szerint Márta a házába fogadta az Úr Jézust, és aztán nagyon buzgolkodott, szorgalmasan készítette a vacsorát, az ételt, hogy minden rendben legyen, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Mária pedig leült Jézus lábához, és hallgatta a tanítását. Egy ideig ez ment is így, aztán Márta kifakadt, és nem Máriához fordult, hanem az Úr Jézushoz, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy a testvérem teljesen magamra hagyott engem a szolgálatban. És Jézus hozzáfordulva ezt mondta neki, Márta, Márta,
szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Az új fordítás szerint sok mindenért aggódsz, de Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. A másik történetet János evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezetben. Máriának és Mártának volt egy testvére, Lázár. Egy alkalommal Lázár megbetegedett. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy az Úr Jézus, miután szombaton meggyógyított egy vakon született embert Jeruzsálemben, eléggé összekülönbözött a zsidókkal, akik azt mondták, hogy aki szombaton gyógyít, az nem lehet Istentől való. Másrészt pedig ott volt az is, hogy ha valaki meggyógyít egy vakon születettet, amiről azelőtt soha senki nem hallott, hogy ilyen csoda megtörtént volna, az mégiscsak Istentől kellett jöjjön. És hát miközben beszélgettek, vitatkoztak, Jézus szájából elhangzott az a mondat, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ezért meg akarták őt kövezni. De mivel nem jött még el az ő órája, ezért elment arra a helyre, ahol korábban János keresztelt a Jordánon túlra, hogy lecsillapodjanak egy kicsit a kedélyek. Itt érte a nővérek üzenete, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Jézus akkor még 2 napig azon a helyen maradt. Aztán 2 nap múlva mondta a tanítványoknak, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt. A tanítványok örültek, hogy ha elaludt, akkor jó, mert akkor meg fog gyógyulni, de akkor Jézus megmondta nekik, hogy Lázár meghalt, és azt is hozzátette, hogy és örül, hogy nem volt ott a tanítványok miatt, hogy higgyenek benne. És aztán elindult Júdeába, és hát a tanítványok vele mentek azzal a gondolattal a szívükben, amit Tamás fogalmazott meg, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor Betánia közelébe értek, akkor Márta titokban, hogy senki ne vegye észre, kiment elé, amikor még kicsit távolabb volt a falutól, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Atya. Jézus azt válaszolta, feltámad a te testvéred. Márta kicsit rácáfolva a korábbi hitvallására azt mondta, tudom, hogy feltámad, majd az utolsó napon. Jézus erre azt válaszolta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? És Márta gyönyörű szép bizonyságtétellel azt válaszolta, hogy igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten szentje, akinek el kellett jönni a világba. És nem olvasunk arról, hogy Jézus bármit mondott volna neki, de Márta mégis elsietett, és szólt Máriának, a testvérének, a Mester itt van, és hív téged. Mária nagy sebben lobbal felpattant, és kisietett Jézushoz, akik ott voltak vele, többen voltak Jeruzsálemből meglátogatni őket, sokan ismerték és szerették őket, és Lázárt is. Azok mentek utána, mert azt gondolták, hogy biztosan a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Amikor odaért Jézushoz, leborult a lába elé, és azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta Máriát, és látta a vele lévő síró embereket, akkor azt olvassuk, hogy ő is megrendült lelkében, és sírva fakadt. Többen azt mondták, hogy látjátok, mennyire szerette őt, mások meg azt, hogy aki a vak szemét meggyógyította, az nem tudta volna őt meggyógyítani. És akkor Jézus kérte, hogy mutassák meg neki, hogy hol van a sír. Oda vezették, és azt mondta, hogy vegyék el a követ. És Márta, a gyakorlatias Márta rögtön megszólalt, hogy Uram, már 4. napos szaga van. De Jézus emlékeztette, hogy miről beszélgettek korábban. Nem megmondtam neked, hogy meglátod az Isten dicsőségét, ha hiszel. Elhengerítették a követ, az Úr Jézus imádkozott, és aztán kihívta Lázárt a sírból, aki feltámadt a halálból. A 3. történet szorosan ehhez a történethez kapcsolódik. Lázár feltámasztása után vacsorát rendeztek az Úr Jézus tiszteletére Betániában. Márta felszolgált. Mária pedig egyszer csak megjelent egy alabástrom edénnyel, amiben körülbelül 3,5 deci drága nárdus olaj volt. Az edényt eltörte, és az egész olajat ráöntötte az Úr Jézus lábára, és a hajával törölte meg. És hát az illata ennek az olajnak azonnal betöltötte a házat. A tanítványok az élükön Júdással elkezdtek morogni, hogy ezt a drága olajat el lehetett volna adni 300 napi munkabérért, és az árát szét lehetett volna osztani a szegények között.
De Jézus azt mondta, hogy hagyjátok ezt az asszonyt, a temetésemre kent meg ő engem. A szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Ez tehát a három történet, amiben név szerint olvasunk Máriáról és Mártáról. Márta egy érett személyiség volt, aki törődött a többiekkel, odafigyelt a körülményekre, a következményekre, gondoskodott mindenről és mindenkiről, aki körülötte volt. Ez derül ki az első történetből, amikor vacsorát készít az Úr Jézus és tanítványai számára. Ugyanez látszik a második történetből, amikor titokban megy ki Jézus elé, hogy lehetőleg ne vegye észre senki, hogy ő itt van. Aztán a harmadik történetben is, amikor azt látjuk, hogy ő az, aki felszolgál. Számomra nagyon megrendítő az, hogy Jézus szeretetének a hatására Márta mennyit változik ezekben a történetekben. Ugyanakkor mégis nagyon önmaga marad. Ő végig az az ember, aki szolgál. Az első történetben úgy tűnik, hogy még féltékeny Máriára, mert ő ott ülhet Jézus lába előtt, még neki feladata, dolga van, kötelessége van, amit előbb el kell lásson. És valljuk be, gyakran vagyunk mi is úgy, hogy annyit szolgálunk, annyit dolgozunk az Úrért, hogy közben elfelejtünk leülni az ő lába elé, és elfelejtünk feltöltődni a jelenlétében. Viszont a második történetben már azt látjuk, hogy Márta, amikor találkozik Jézussal, ő megvigasztalódik, feltöltődik, akkor már ő megy oda Máriához. És azzal a szeretettel, amivel Jézus fordult ő hozzá, ő is odafordul a testvéréhez. A Mester itt van és hív téged. Az, ami az ő ajándéka volt, azt könnyen megosztja a másikkal. Azt mondhatjuk, hogy Márta egy érett nő volt, aki éretten viselkedett, éretten gondolkodott. Amikor beszélget Jézussal, akkor is nem csak panasszav hangzik az ajkáról, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, hanem a bizonyságtétel is. Hiszem, hogy amit csak kérsz, megadja neked az Atya. Mária sokkal ellentmondásosabb személyiség. Azt lehetne róla mondani, hogy nagyon éretlen valaki. Önmaga körül forog, nem foglalkozik azzal, hogy milyenek a körülmények, mik lesznek a következményei annak, amit tesz, ahogyan viselkedik, néha még az illetlenség határát is súrolja. Nem tudom, de nekem valahogy az az érzésem, hogy Márta felnőtt nő, Mária pedig egy kamaszlány. Hiszen nem tudom más, hogy volt vele, de én kamaszlánykoromban nagyon ilyen voltam, mint Mária. Nem érdekelt, hogy mit mondanak a többiek, nem érdekelt, hogy mi lesz a következmény. Véletlenül se jutott eszembe, hogy segítsek az édesanyámnak, amikor sok dolga volt, bár néha odaültem mellé, hogy legalább vidáman tartsam őt a szövegelésemmel. És sokkal szívesebben ültem a felnőttek lábánál hallgatva őket, mint hogy én legyek az, aki szolgál. Mária ilyen. Azt mondhatjuk, hogy elég éretlenül viselkedik. Lehetséges, hogy azért, mert valóban fiatal volt még. Az is lehet, hogy egyszerűen neki ilyen volt a személyiség típusa, hogy inkább önmaga körül forgott, és nem érdekelte az, hogy kívül mi van. Introvertáltnak, befelé fordulónak is nevezhetnénk. De az is megtörténhetett, hogy őt valami sérülés érte, és amiatt lett ilyen. Ezt nem tudjuk. Azt látjuk, hogy ő mennyire másként viselkedik. Ami számomra döbbenetes volt az, hogy Jézus Mártát, az érett személyiséget tanítja. Máriát, akit mindannyian okítanánk, hogy ne így, hanem másként, őt pedig nem. Nem olvasunk arról, hogy szólna hozzá a Szentírásba, de mindig megvédi. És amikor Mária ráönti valóban az illetlenség határát súrolva a lábára azt a drága nárdusolajat, és a hajával törli meg, Jézus akkor is megvédi őt, és elfogadja a szeretetét. Ebben a történetben, a két nővér történetében a legfontosabb számunkra az, hogy ők kifejezték azt a szeretetet, amit Jézus iránt éreztek, és úgy mutatták meg, ahogyan tudták. Márta a szolgálatával és a szavaival, Mária pedig azzal, hogy leült Jézus lábához, és hallgatta őt. És aztán a tékozló ajándékával. És Jézus nem mondja azt, hogy ez sok, ez túl sok, ezt nem fogadom el, hanem szeretettel fogadja tőlük azt, amit adnak. Számunkra ők ebben példaképek, hogy merjük kimutatni a szeretetünket a mi Urunk iránt. És van még egy apróság, amikor baj történik, akkor sem veszítik el a bizalmukat. Akkor is továbbra is szeretettel fordulnak Jézus felé. Ha nincs minden a kedvük szerint, akkor is szeretik őt tovább,
és bíznak benne. Most, amikor a farsangi időszaknak a végéhez közeledünk, hiszen a jövő héten már szerdán, hamvazó szerdán elkezdődik a nagybőti időszak, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mit is jelent az az öröm, az a boldogság, amelyet talán látunk, tapasztalunk, megérzünk, akkor, amikor egy farsangi bálon, egy farsangi összejövetelen vagyunk. Miért jelent az, hogy egy hívő ember boldog, örömmel éli az életét? Ennek az örömnek egyetlen egy alapja van, ez pedig nem más, mint a hit. Az a hit, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk, amely hit azt mondatja velünk, hogy az életünknek van értelme. Pontosan ez az, amit mindannyiunknak végig kell tudnunk gondolni. Mit is jelent az, hogy én itt élek a Földön? Mi is ennek az életemnek a célja? És hogyha arra a végkövetkeztetésre tudok jutni, hogy az Isten akaratát veszem észre, hogy az Isten által adott értelmet látom az életemben, akkor nem tehetek mást, mint örülök, mint boldog leszek. Ez az a boldogság, amelyet megpróbál kifejezni a farsangi időszak. Persze ez nem azt jelenti, hogy a bőjt, a komorságnak, a szomorúságnak az időszaka lenne. Hiszen a hívő öröme, hívő boldogsága át kell, hogy ölelje egész életét.